Tüntetést szerveznek a magyar kar létrehozásáért Marosvásárhelyen, gyergyói érdeklődőket is szállítanak a helyszínre. Az Országos Előrejelzési Bizottság meglehetősen optimális adatokat közölt az idei román gazdaságot tekintve. A héten három mérkőzést játszik a román jégkorong bajnokságban a gyergyói hokiklub, elsőként kedden a Steauát fogadják. Köszöntöm nézőinket, híreinket látják, jó estét kívánok! Tüntetést szerveznek a magyar kar létrehozásáért Marosvásárhelyen holnap délután. A Magyar Polgári Párt gyergyószentmiklósi szervezete szállítást biztosít mindazoknak, akik Gyergyóból szeretnének a helyszínre utazni és a demonstráción részt venni. A tüntetés délután kezdődik, az utaztatásra délelőtti órákig lehet jelentkezni. A Romániai Magyar Orvos és Gyógyszerész Képzésért Egyesület február 5-én, kedden 17 órától újabb tüntetést szervez a Maros megyei prefektúra székháza előtt, hogy követeljék a magyar kar azonnali létrehozását a MOGYE keretében, írja a transindex.ro hírportál. A megmozduláshoz gyergyóiak is csatlakozhatnak, az odautaztatást a gyergyószentmiklósi MPP szervezi. A Magyar Polgári Párt felkarolja a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Kar magyar tagozatának az ügyét, mint eddig is, és arra buzdítja a lakókat, nem csak a párttagságot, hanem minden lakót, aki úgy érzi, hogy részt kell vegyen a tüntetésen a magyar kar érdekében, hogy holnap 14 órától a művelődési központ előli parkolóból induljunk minél nagyobb számban tüntetni. Az esély felmutatása érdekében, tehát arra szeretnénk kérni a résztvevőket, hogy lehetőleg tehát egyszerre induljunk személygépkocsikkal, meg autóbusszal. Az érdekeltek és érdeklődők február 5-én délelőtt 10 óráig jelezhetik részvételi szándékukat a képernyőn látható telefonszámok valamelyikén. A szállítás a jelentkezők számának függvényében személyautókkal vagy autóbusszal fog történni. Utóbbi esetében térítés köteles az utaztatás. Az indulás tehát 14 órakor a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ előtti parkolóból lesz. A Romániai Magyar Orvos és Gyógyszerész Képzésért Egyesület felhívásából kiderül, hogy a tüntetésen köszönő levelet fogalmaznak meg Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének, és Szijjártó Péter külügyminiszternek, hogy a román és a magyar kormány közötti tárgyalásokon vállalták az önálló magyar kar létrehozásának a támogatását. A levelet minden résztvevő aláírhatja majd. A rendezvény végén pedig gyertyával vonulnak a demonstrálók a főtérről az egyetemig. A szervezők várják a megmozdulásra a MOGYE oktatóit és hallgatóit, illetve mindenkit, akit érdekel a magyar oktatás ügye, hogy összefogásukat és az önálló magyar kar létrehozása iránti igényüket felmutassák. Újabb személy halálát okozta az influenza Romániában, és ezzel 69-re nőtt a betegség halálos áldozatainak száma, közölte vasárnap az Országos Közegészségügyi Intézet fertőző betegségeket ellenőrző és felügyelő országos központja. A legutóbbi áldozat egy 41 éves Olt megyei nő. A nő A-típusú influenza vírussal fertőződött meg, nem volt beoltva influenza ellen, és más betegségekben is szenvedett. Mint ismert, Sorina Pintea egészségügyi miniszter múlt hét közepén jelentette be, hogy influenza járvány van Romániában, mivel a megbetegedések előfordulása három egymást követő héten meghaladta a járvány küszöböt. Ferenci István, a Gyergyószentmiklósi Városi Kórház menedzsere kérdésünkre múlt héten elmondta, hogy több felső légúti megbetegedést is jegyeztek az elmúlt időszakban Gyergyószentmiklóson, de influenza vírusos esettel egyáltalán nem találkoztak. Óvintézkedést viszont tettek, hiszen lerövidítették a látogatási programot a kórházban. Mi és a környezetünk címmel sajtófotó pályázatot hirdet a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem 11 és 12. osztályosok számára. A pályázóktól 3-6 képből álló sajtófotó jellegű sorozatot várnak a szervezők, amelynek egy történetet kell elmesélnie, eseményt rögzítenie vagy illusztrálnia. Sajtófotó pályázatot hirdet a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Mi és a környezetünk címmel, amelyre 11 és 12. osztályos tanulók jelentkezhetnek.
A fotópályázatot most hirdetjük meg negyedszerre az egyetemen, és hát persze az első gondolat az volt, hogy mivel ugye fotókkal foglalkozunk az egyik szakunkon, az audiovizuális kommunikáció, forgatókönyv és reklámírás média című szakunkon, akkor miért ne szűrjük előre a diákokat azzal kapcsolatban, hogy mennyire szívesen, vagy mennyire jó fotókat készítenek. Ezért írtuk ki a 11-12-es diákok körében a fotóversenyt, és hát minden évben jelentkeznek, ezekből a fotókból aztán kiállítást is készítünk, amit egy konferencia keretén belül mutatunk be. A pályázóktól 3-6 képből álló sajtófotó jellegű sorozatot várnak a szervezők, amelynek egy történetet kell elmesélnie, eseményt rögzítenie vagy illusztrálnia. A képek készülhetnek analóg vagy digitális fényképezőgéppel, vagy akár telefonnal. Az analóg géppel készült fotók esetén ezeket digitális formában lehet elküldeni. Manipulált képek nem indulhatnak a pályázaton. Ami fontos, hogy kiszúrjunk olyan személyeket, akiknek van képilátása és tehetsége a képpel való bánáshoz. A képek azok sajtófotó jellegűek kell legyenek, nem szabad manipulálni a képeket, ez nagyon fontos. Tehát, hogy plusz elemeket bevinni, kivenni a képből, megmásítani a képeknek a valóság ábrázolását, ez teljesen kizárja a fotót a pályázatról. A nevezési határidő 2019. március 17-e. A pályaműveket e-mailben kell eljutatni a következő címekre. jakabtibor@hotmail.com és kos.anna@yahoo.com. A beküldött pályaműveket a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem szakbizottsága fogja elbírálni. Az első 3 helyezett díjban részesül. A legjobb pályázó könnyített felvételt nyer az egyetemre. A nyertes pályamunkákból kiállítást szerveznek, amelynek megnyitójára 2019. április 12-én a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem minden évben megrendezett médiatudományi konferenciájának keretében kerül sor. Nem változik 2022-ig az elektromos energia ára, a hatóságilag szabályozott piacon és a földgáz ára sem, tájékoztat az Országos Energiaárszabályozó Hatóság. Ez derül ki a 2018-ban kelt 114-es sürgősségi kormányrendelet alkalmazásának eredményeként. Azok, akik a szabad piacon lévő valamely más szolgáltatót választották és elhagyták a hagyományos szolgáltatót, visszatérhetnek a hatóságilag szabályozott árakra. A dokumentum szerint hasonlóan kell eljárni a földgáz esetében is, és a jelenlegi szolgáltatónak törvényes kötelessége, hogy a fogyasztó kérésére megnevezze azt a szolgáltatót, amely államilag szabályozott áron szállítja a gázt. A rendelet ugyanakkor külön illetéket vetett ki az energia, a távközlési és a bankszektor szereplőire. Az energiaiparban ez az illeték a forgalom 2%-a, míg a távközlésben 3%-a a korábbi 0,4%-hoz képest. Az Országos Előrejelzési Bizottság meglehetősen optimális adatokat közölt az idei román gazdaságot tekintve. A számadatokból kiderül többek között, hogy 83 milliárd euróról 90 milliárd euróra fog nőni idén a külföldről behozott termékek és szolgáltatások értéke. Optimista adatokat közölt a román gazdaság 2019-es teljesítményét, illetően az Országos Előrejelzési Bizottság. Többek között erősödő lejjel és 3085 lejes átlagbérrel számol a kormány segítő intézményként működő előrejelzési bizottság. Az intézmény adatai szerint idén az ország bruttó hazai összterméke 1022 milliárd lejre nő a 2018-as 949 milliárd lejről. Ez 5,5%-os növekedésnek felel meg. Még derülátóbb előrejelzésekkel számolnak a 2020-as évet illetően, akkorra 1261 milliárd lejesre becsülik az ország GDP-jét. Az export növekedésével is számolnak, azaz várhatóan idén 74 milliárd euróra nő ez az összérték, míg 2018-ban ez a szám 68 milliárd euró volt. Ugyancsak növekedési tendenciával számolnak az import esetében is, 83 milliárd euróról 90 milliárd euróra fog nőni idén a külföldről behozott termékek és szolgáltatások értéke. Az ország kereskedelmi mérlege továbbra is negatív előjelű lesz.
Az infláció a 2018-as 3,27%-ról 2,8%-ra csökken 2019-ben. Az előrejelzési bizottság a nettó átlagbér kérdését is optimistán kezeli. A tavalyi 2685 lejes nettó átlagbér után arra számítanak, hogy idén 3085 lejre, 2022-re 3811 lejre nő. Továbbá a lej erősödésére számítanak az euróval szemben a következő években. Idén 4 lej 67 banira, 2020-ra 4 lej 62 banira, 2021-re 4 lej 60 banira, míg 2022-re 4 lej 58 banira jósolják 1 euró árának értékét. Lerövidíteni a vakációk időtartamát és megváltoztatná a tanév szerkezetét Ekaterina Andronescu oktatási miniszter, aki szerint túl hosszú a karácsonyi szünet és túl felszabdalt a tanév, a diákok januárban visszasemrázódnak a tanulásba, már is újabb vakáció jön. A tanév szerkezetének átalakításáról szóló javaslat közvitán van, miután több szülő is jelezte, hogy a gyerekeknek túl sok a vakációjuk. Görbe Péter, Hargita megyei főtanfelügyelő a Székelyhonnak úgy fogalmazott, hogy a tanév átszervezését jól meg kell gondolni, elemezni az előnyeit, hátrányait és aszerint dönteni. A Magyar Szülők Szövetségének elnöke Csiki Csengele szerint nem az a jó megoldás, hogy a vakációkat csökkentjük vagy ide-oda tologatjuk, hanem a teljes oktatási rendszert kell megváltoztatni, ami hosszú előkészületet és rengeteg szakmai vitát igényel. Nem volt könnyű hétvégéje a gyergyói hokiklubnak, hiszen ismét két mérkőzést játszottak idegenben az Erste Liga középszakaszában. Pénteken a hokiklub Budapest vendégeként szoros találkozón nyerni tudtak, de vasárnap a dunaújvárosi acélvikák fölényesen győzött, ráadásul a pirosfehérek ezen a meccsen gólt sem tudtak lőni. Az Erste Liga alapszakaszában 4 mérkőzést nyert a gyergyói hokiklub a Hokiklub Budapest ellen, így annak reményében léptek jégre a magyar fővárosban, hogy ismét sikerül ez és megszerzik a rendkívül fontos 3 pontot. Így is történt, bár nem volt könnyű a pirosfehérek számára a Tüskecsarnokban rendezett találkozó. A hazaiak a 9. percben megszerezték a vezetést, de Elekes Darabont Hunor 3 perccel később egyenlített. A második harmadban már mindkét csapatnak voltak helyzetei, ezeket nem tudták gólra váltani. Végül Pavel Vorobjev a 40. percben megszerezte a vezetést, és a harmadik játékrészben Rucuy Gellért védéseinek köszönhetően nem tudtak egyenlíteni a budapestiek. Így 2-1-re győzött a gyergyói hokiklub, újabb 3 pontnak örülhetett a szurkolótábor. A mérkőzést követően a két csapat edzője és a házigazdák gólszerzője értékelt. Most volt, végig szenvedtünk, az ellenfél nagyon keményen dolgozott. Mindenki egy kicsit jobban szeretné nálunk játszani a játékunkat. Nem ez volt a legjobb meccsünk, de nagyon-nagyon keményen dolgoztak, ezt elmondhatom. A második harmad vége előtt 35 másodperc alatt kaptunk emberelőnybe gólt. Gyakorlatilag ajándékoztunk egy gólt nekik. Ugye vége lett a harmadnak, hát ott éreztem, hogy mennünk kell az eredmény után, mert égtünk egyel, tehát ez nekünk az volt a célunk, hogy ugye kiegyenlítsünk. Ebben a szellemiségben is mentünk fel a jégre. Azt gondolom, hogy a harmadik harmadra nem lehet panasz, dolgoztunk azért, hogy gólt lőjünk. Más kérdés, hogy nem sikerült. Kritikus helyzetekben ugye mindig ott volt a kapus, vagy valaki más a kapujuknál, aki menteni tudott, de megdolgoztunk azért, hogy helyzeteink legyenek, illetve nagyon sok helyzetünk volt közvetlenül a kapu közelében, amit külön kértünk és külön szerettünk volna a mai mérkőzésen. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jól álltunk bele a meccsbe, nagyon jól kezdtük a játékot, sikerült szereznem egy gólt, de hát ugye ez nem az én értelmem, hanem a csapaté. Jól pattant a korong, jó volt a buli, utána sikerült betalálnom. Utána az első 10 perc után valahogy picit olyan, meg nem tudom mi történt, nem ment úgy a csapatnak a játék. Kaptunk egy hátrányt, és akkor utána valahogy a második harmad sem sikerült olyan jól. Megbeszéltük az öltözőben, hogy a harmadikra úgy megyünk ki, hogy kinyhagyunk mindent a pályán.
úgy gondolom, hogy ez többnyire sikerült is, nem ment be a helyzetünk, volt előnyünk, nem sikerült belőni. Sajnálom, hogy nem nyertük meg ezt a meccset, nagyon fontos lett volna, nagyon meg akartuk nyerni. Vasárnap a Dunaújvárosi Acélbikák ellen játszott a Gyergyói Hoki Klub. A mérkőzés nagyon rosszul kezdődött a piros-fehérek számára, hiszen negyed óra alatt 3 gólt kaptak, és ez rányomta bélyegét a teljes találkozóra. Bár a kapura lövések száma is azt mutatja, hogy a vendégeknek több helyzetük volt, ezek egyikéből sem tudtak gólt szerezni, így szépíteni sem sikerült. Úgy veszítettek 3-0-ra a Dunaújváros csapata ellen, hogy egyszer sem találtak be az ellenfél kapujába. A mérkőzést követően a gyergyóiak vezetőedzője elmondta, hogy már az első gól nagy törést okozott, és a további 2 találat sokkolta a csapatot, és bár több jó helyzetet is kidolgoztak, nem tudtak gólt szerezni. A házigazdák edzője örömét fejezte ki a dunaújvárosiak kiváló játékát követően. Nagyon boldogok vagyunk a mai minden tekintetben, ami mérkőzésünk volt. Meg tudtuk valósítani azt a játékot, amit elterveztünk. Szerencsére hamar jöttek a gólok, és megvoltak utána is a helyzeteink. Lőttünk 3 kapuvasat is. Annak örülünk még nagyon, hogy fegyelmezett védekezéssel le tudtuk hozni, és tudtunk örülni a 3 pontnak. Az Erste Liga közép szakaszában a Gyergyói Hoki Klub legközelebb február 11-én itthon játszik, a Schiller Vasas csapatát fogadják. Szombaton a romániai női jégkorong bajnokságban is találkozót rendeztek. A Gyergyói Hoki Klub női csapata egy korábbi fordulóból elhalasztott mérkőzésen hazai pályán fogadta a Csíkszeredai Sportklubot. A Václav Novák vezette együttes kiválóan játszott, az első harmadban nem született gól, majd egymás után szerezték a találatokat a gyergyói lányok. Meglepetést okozva 5-2-re győzött a Gyergyói Hoki Klub női csapata a sokszoros bajnok csíkiak ellen. A gyergyói gólokat Antal Kriszta, Bende Júlia, Lackó Szabó Zsuzsanna, Csergő Noémi és Elekes Ágnes lőtte. A bajnokság következő fordulóját február 15-17-én rendezik, akkor a program szerint ismét itthon játszik a gyergyószentmiklósi csapat. Legutóbb január 14-én játszott a román jégkorong bajnokságban is számító mérkőzésen a Gyergyói Hoki Klub, akkor vereséget szenvedtek a Brassói Koronától. A héten újabb 3 találkozó vár a piros-fehérekre, az ellenfél a Bukaresti Steaua, a Galaci együttes és a Sapientia U23-as csapata lesz, 2-szer itthon játszanak, szerdán pedig idegenben lépnek pályára. A romániai jégkorong bajnokságban eddig 24 mérkőzést játszott a Gyergyói Hoki Klub, most újabb találkozók várnak a csapatra. A piros-fehérek jelenleg 39 ponttal a 4. helyen állnak. A ranglistát a Csíkszeredai Sportklub vezeti, megelőzve a Brassói és a Galaci együttest. A gyergyóiak kedden a Bukaresti Steauát fogadják, szerdán a galaciak ellen lépnek pályára, majd csütörtökön ismét itthon játszanak, az ellenfél a Sapientia U23-as csapata lesz. Mindhárom mérkőzés 18 óra 30 perckor kezdődik. A keddi meccs alatt filmforgatás is zajlik majd a gyergyószentmiklósi jégpályán. Egy magyarországi forgatócsoport Gyergyószék szépségeiről, értékeiről készít dokumentumfilmet, amelyben a gyergyói jégkorong is helyet kap. A Gyergyói Hoki Klub számára fontos lenne mindhárom mérkőzésen győzni, hiszen a galaciak csak 1 ponttal előzik meg a hazai bajnokságban, így lehetőség lenne előrelépni a 3. helyre. A csapat számít a szurkolótábor buzdítására a következő napokban is. Ezek voltak híreink február 4-én, köszönöm figyelmüket, szép estét, a holnapi viszontlátásra!